Szepesi Tibor polgármester vezetésével terepbejárásra került sor Karcagon a Sista környékén. A jelenlévő önkormányzati képviselők és szakemberek egyeztettek a hamarosan induló csapadékvízelvezetési projekt jelenlegi fázisáról. Üdvözlöm dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselő. Több fejlesztés beruházás van folyamatban városunkban, melynek a helyszínén állunk jelen pillanatban. Tisztelettel köszöntöm a kedves televíziónézőket. Valóban, most jelen pillanatban ugye Karcag keleti peremén vagyunk. Tulajdonképpen egy terepbejáráson vagyunk túl, ahol polgármester úr az érintett két egyéni választókerületi körzet képviselője, illetve műszaki, vízügyi szakemberekkel jártuk be a környéket. Tudva levő, ugye talán most már büszkén jelenthetjük ki, hogy a város jelentős forrásokhoz jutott csapadékvízrendezési, csapadékvízelvezetési projekt megvalósításához. Jelenállás szerint ugye a Sistak mellett vagyunk, és a mellettünk lévő nagy beruházás és a lakott utcák közötti terepszakaszon vizsgáltuk azt, hogy a jövőben hevesebb záporok, hevesebb esők esetén hogyan tudjuk kialakítani a biztonságos csapadékvízelvezetést azáltal, hogy ugye ne okozzon ez a városban problémát, ne ússzon a belváros. Ennek műszaki megoldásait néztük meg. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy öröm az a város számára, hogy egy 800 millió forintos tulajdonképpen területi operatív programok maradványából származó forráshoz jutott hozzá a város. Jelen pillanatban ugye a műszaki pályáztatása zajlik ennek a beruházásnak. Reményeink szerint már jövő év második felére, de legkésőbb 2023-ra ebből kézzelfogható eredmények lesznek, amelyek segítik a város csapadékvízelvezetési problémáit, főleg itt a katolikus város részen, amiről azért köztudomású, hogy mélyebben fekszik a város többi pontjánál. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az emberek, a lakosság életminőségét ez a projekt, ez a beruházás nagyban elő fogja segíteni. Üdvözlöm Molnár Pál önkormányzati képviselőt, itt vagyunk Karcagnak a keleti peremén. Hamarosan beköszönt a rossz idő. Szokott esetleg olyan előfordulni, hogy belvíz probléma adódik ezen a területen, és ez hogy hat a lakók közösségre? Természetesen, hogyha nagy mennyiségű csapadék zúdul a városra, akkor belvíz problémák léphetnek föl. Tudjuk, hogy Karcag az ország egyik legmélyebben fekvésű városa, és abban az esetben, hogyha nagy mennyiségű csapadék hirtelen zúdul le, a csapadékvízelvezető rendszer nem tudja lekövetni egy-két órás csúszásra csak, és ilyenkor belvíz problémák jelentkezhetnek. Ennek a megelőzésére, vagy az orvoslására hogyan tud a település segíteni, milyen fejlesztés valósul meg? A fejlesztéseken kívül van egy állagmegóvás, vagy karbantartás. Ezeket a belvízbe fogadó csatornákat folyamatosan karbantartjuk, kaszálással, kotrással, valamint itt mögöttem látható egy nagy beruházás, az egyik helyi vállalkozó hajtott végre, és itt gyakorlatilag teljesen át kellett alakítani ennek a városrésznek a vízelvezetését. Új árkot kellett kialakítani egy új szükségtározóval, és a későbbiekben majd egy nagy belvízes pályázat keretében, amely folyamatban van, a bevezetés pályázatnak az elkészítése folyamatban van, annak a keretében tudjuk véglegesen megoldani majd. De addig is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy megvan a puffertározó, tudjuk a vizet hova vezetni, tudjuk hol tárolni, valamint megvan az a vezérárok is, amely el fogja ide a vizet vezetni.